Hát Aditát szeretettel köszöntöm, mert egyrészt mindig a hölgyeknek jár ez a megtiszteltetés. Másrészt ugye tudjuk, hogy nemrég kerek évfordulója volt, nem mondjuk, hogy mennyi. Épp ezért csak a tulipának száma is csak 14, de legalább egy 4-es legyen bent, úgyhogy is értesen sokáig. Nagyon szépen köszönöm. Nekünk örökké 14 éves ma, az jó, ugye? Az akkor. A szülinapos görbicanitát köszöntötte Kovacsics Imre, az épülő Győri fürdő ügyvezetője, a kézilabda sport legendája férjével, Vince Otto egykori válogatott labdarúgóval érkezett a komplexumba. A héttengeri csillagos élménypark 6. családi csillagának lettek a keresztszülei, aminek nagyon örültek. Olyan furcsa, mert itt, ugye, amikor most bejöttünk, akkor teljesen eltévedtem, hogy nem tudom, hogy mi hol volt, kivéve a Ciráki medence, ugye azt tudtam, úgyhogy amikor odaértünk, onnantól kezdve tudtam beazonosítani, hogy tényleg gyerekkoromban, hogy merre voltunk és hol voltak a medencék. Nagyon nagy élmény volt nekem gyerekként is ide kijárni, de azt el kell mondanom, hogy még nincs is kész, és még itt vannak a munkálatok, de valami eszméletlen élmény már most itt lenni. Nagyon érdekes, de a 7-es a szerencse számom. Sok minden köthető a 7-es számhoz, így a fociban elért sikereim kapcsán is talán a legjobb meccseimet mindig 7-esben, mezben játszottam, úgyhogy ez a szívemet merengeti, és az a megtiszteltetés ért minket, hogy fölkértek erre a csillagra minket, mint családot. Erre meg nagyon büszkék vagyunk, hiszen az ember ugye elmúlik, de maga ezek az emlékek és ez a csodálatos fürdő, ez megmarad az utókornak is, úgyhogy elmondhatjuk azt, hogy így családként bekerülünk majd talán valamelyest az utókor életében is. A sportos házaspár a gyermekeit is elhozza majd a többi között ebbe a spriccelő parkba, ami egy hatalmas vizes játszótér, melyet a Hanyistók legendája ihletett. Ez az óriási csúszdás játszótér pedig remek kikapcsolódási lehetőséget biztosít majd kicsiknek és nagyoknak. Na gyere, eltapadj! Léna, kukucs! De a benti térben is találnak majd programot a gyerekek. Léna Köböl Anita műsorvezető kislánya elsőként vehette birtokba a játékokat. Édesanyja a 3. keresztülője a családi részleget szimbolizáló csillagnak. Amikor jött a felkérés, hogy ugye héttengeri csillagot birtokol igazából ez a komplexum, és abból szeretnék, hogyha az egyik a családi csillagnak a keresztanyukája lennénk, akkor én automatikusan igen mondtam erre, mert tudom, hogy azért a gyereknevelés az egy nagyon speciális területe mindannyiunk életének, és azáltal, hogy képviselhetek valamit, ez nekem is elismerés, hogy egy nívós dolog mellé adhatom a nevemet. A vízélménypark tehát igazi kikapcsolódást nyújt majd az egész családnak időjárástól függetlenül. Egy olyan gyerekbirodalmat építünk meg, ami abszolút független az időjárástól. Tehát ha valaki egy klasszikus fürdőre gondol, akkor mindenki azt gondolja, hogy medencék. Mi pedig erre azt gondoltuk, hogy természetesen nagyon sok olyan medence lesz, ami a 1-2-3 éves gyermekeknek lesznek olyanok, akiknek a 3-4-5 éves gyermekeknek különböző hangszerekből fognak szólni a vizek, spiccelni a vizek, viszont gondoltunk azokra is, ahol épp egy kicsit meg van fázva a kisgyerek, és egy száraz játszóteren tud játszani. Egy olyan játszóház birodalom épül, ami teljesen tele lesz téve interaktív játékokkal, ami a tengeri csillagos mesevilágra épül rá. Egy olyan különlegesség, ami nemhogy Győrbe, de Európában sem létezik. A fürdő birodalom június 17-én nyitja meg kapuit, a szakácsok pedig már 2 héttel a start előtt lefőznek majd minden ételt, hogy igazán különleges falatok várják az úszástól kifáradt vendégeket.